Több ciklus alkotásait mutatja be Kalocsai Enikő Visszapillantás című kiállítása Szekszárdon a Művészetek Házában. Egészen korai munkáim is jelen vannak, a 2002-es évekből az Anna Karenina, vagy itt ezen az oldalon látható a Téli napfény. Akkor még olajjal dolgoztam. Aztán egy másik ciklus is jelen van itt, a Visszapillantó tükrös, illetve a tükrös képeim. Ezekből fejlődtek ki a víztükrök, amiket szintén lehet látni, és felhőképeket is lehet látni itt a kiállításon, illetve 6 éve kezdtem el egy pitypang ciklust, ahol amikor is elkezdtem gyűjtögetni a növényeket, és a pitypangnak a különféle formái jelennek meg a képeken. Vannak itt nagyítások, vannak egész távoli képek, lehet szimbolikusan is értelmezni ezeket a munkákat. De azon kívül gyűjtögettem is ezeket a növényeket, és foglalkozom más formában is tükröződésekkel, illetve ezeket a növényeket összerendezgettem kis dobozokba különféle formákban, amiket idehoztam el erre a kiállításra, ezek a tükröződős dolgokhoz kapcsolódnak. A fönti részen lehet látni ezeket a tükörobjekteket, ahol különféle dimenziók nyílnak meg, hogyha jobban szemügyre vesszük őket. Az alkotó úgy fogalmazott, szemlélődő típusnak vallja magát, szereti megfigyelni, ami körülveszi őt, majd abból merít inspirációt. Többféle munkastílusom van, nagyon sokat akvarellezek. Általában előkészítem a munkákat kis vázlatokkal, és amikor már a nagyobb képet kezdem, akkor nagyjából már összeáll a kép, hogy mit szeretnék csinálni. A korábbi munkáimnál, ahol a tükröződésekkel foglalkoztam, ott életnagyságú szénvázlatokat is készítettem, és ebből kiindulva hoztam létre a itt jelenlévő alkotásokat is. A többi munkáknál, ezeknél a pitypangosoknál, vagy a vízképeknél, ott leginkább fotókkal készítettem elő a képeket. A visszapillantás motívumai többek között élete során tett utazásai inspirálták. Illetve egy másik dolog is van még benne, hogy az időt is szerettem volna valamilyen formán behozni a képeimbe, a képi világomba. Mindig foglalkoztatott az, hogy az időt hogyan lehetne képi formában megjeleníteni. Na most itt ezeknél a visszapillantós képeknél, illetve a tükröződős képeknél, itt jelen van több időség, mondhatjuk azt is, mert hogy a tükörben már azt látjuk, ugye, ami már megtörtént, a mellettünk lévő rész az, ami éppen van, vagy előttünk, amit látunk, ami lesz majd, vagy elérkezünk oda. Az alkotó Salgótarjánban született, már az általános iskolában tudatosan készült későbbi pályájára. Meglátogattam több művészkört, ahol tudtam tanulni, és aztán az első utam a középiskolába, a képzősiparművészeti szak középiskolába vezetett Budapestre. Oda üvegszakra vettek föl, úgyhogy elképzelhető, hogy az üvegszakos múltam visszajön itt a tükröződéseknél, amik jelen vannak. Igazán nem szakadtam el teljesen az üvegtől, mert nagyon szeretem az üvegnek a játékát, a fényét, a jelenlétét. Aztán később a képzőművészeti főiskolára, illetve akkor vált egyetemmé, amikor oda kerültem, a képzőművészeti egyetemre jártam. Ott Maurer Dóra volt a mesterem, és aztán így szépen egyengedtem az utam. Faludi Judit művészettörténész nyitotta meg a kiállítást. Ő már régóta figyelemmel követi Kalocsai Enikő munkáit. Nagyon szeretem benne ezeket a természeti képeket, amik így változnak. Az ég és a föld, víz, a puha és a kemény, a folyékony, dinamikus és a statikus, és én szeretem benne ezeket a változékony, időről időre visszatérő motivumokat. Nagyon sok olajvászon képpel van dolgunk, illetve az objektek, amik részben gyűjtemény, részben pedig a tükröződő felületeknek a játékát mutatják, de ezek a tükröződések visszatérnek a képeken is.
A Művészetek Háza idén 40 éves. Az intézmény ennek alkalmából számos érdekes eseménnyel készül. Azt gondolom, első gondolatként szeretném elmondani, hogy nem lehetünk elég hálásak az 1984-ben regnáló városvezetésnek, hogy felismerték, egy ilyen gyönyörű, szakrális épület nem mehet egyszerűen veszendőbe, és az akkori városvezetés úgy döntött, hogy megvásárolja ezt az épületet, és egy új funkciót szeretne neki adni. Ennek köszönhetjük, hogy most már 40 éve városunknak egy ilyen csodálatos, kulturális környezetet biztosító kiállításoknak, zenei hangversenyeknek és sok-sok más ünnepi eseménynek megfelelő kulturális térrel gazdagodtunk. Stílszerűen 40 kulturális programmal fogjuk gazdagítani a városunk kulturális és művészeti életét. Augusztustól kezdődően természetesen lesznek ebben kiállítások, koncertek, komoly zenei, könnyű zenei darabok, könyvbemutatók, érdekes beszélgetések, és meg fogjuk hívni mindazon művészeket, akik az előző 40 évben is élénk szerepet, illetve fontos szerepet töltöttek be a kulturális életünkben. Stílszerűen egy olyan kiállítással fogunk nyitni augusztus végén, amely annak idején is 40 éve a megnyitáskor szerepelt, két kiváló festőművész kiállításával, és annál nagyobb örömteli tény nincs is, hogy a mai kiállítás megnyitón is üdvözölhettük ennek a 40 évnek két korszakos jelentőségű igazgatóját, vezetőjét, dr. Méri Évát és Baki Pétert. A megnyitón közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész. A tárlat kurátora Baki Péter Munkácsi Mihály díjas festőművész volt.